Viszont most egy nagyon nagy újdonságnak lehettek majd tanúi, hiszen 2 darab elismerést alapít a DXN Európa Kft. Itt Magyarországon. És ebből hagyományt kíván teremteni. Az egyik az a 6 hónap alatt legtöbb saját pontértéket, azaz PV-t teljesítő hálózatépítők, a másik pedig a legtöbb direktet, azaz saját első vonalas csatlakozót regisztráló embert ismerik el. A PV-nél több elismerés van, a direktnél egy darab elismerés van, és erről fogadjátok szeretettel Böszkös Istvánt, mond néhány szót. Csak azért kell néhány szót mondanom, hogy az MC-t leváltsam, aki nagyon jól teljesíti a munkát, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jól levezényelt a rendet, bár még nincs része, csak hogy most nem fogom elfelejteni így később. Ugye most föl kellene sorolnom azt, hogy kik azok, akik, illetve mikinek kéne felsorolni, hogy kik azok, akik ebbe a versenyben úgymond helyezettek lettek, és visszafele számolunk, az 5. helyezett ebbe a versenybe Csipkai Miklós lett. De nem úszta meg, mert most átadom, és akkor folytatja tovább a feladatot. Dolgozhatok tovább. 3843,4 ponttal Schmidt Bence! Kérjük szépen a színpadra Bencét. Van? Bence van? Nincs? Schmidt Bence nincsen. 4145,5 ponttal Kovács Lajos, de úgy tudom, hogy ő is jelezte, hogy nem tud részt venni. Úgyhogy a nagy szeretettel szólítom a második helyezetet, ő biztos, hogy itt van, mert találkoztunk, 5252,5 ponttal Nagy Józsefné Pancsa! Pancsa! Több mint 800 pont per hó! Ez a teljesítmény, több mint 800 pont saját pontérték. Gyere, Pancsa, gyere, adok egy mancsot, gyere. Gyere, hát imádunk. Oda kell menned. Szerintem maradjál itt velünk, és akkor a kategória győztese az elmúlt 6 hónapban 5480,2 ponttal. Na, tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy ő volt az. Akkor, hogy egyértelmű legyen, úgy mondom, hogy Dávid Attila és Elek Ildikó! Majdnem 1000 pont havonta PV, saját pontérték. Az első helyezett egy díjban is részesül. Ajándék, csomag, Miracle Set. Nagyon szépen köszönjük. Tessék, István itt közben mindig súg, új dolgokról van szó. Nagyon szívesen. Első helyezett mond egy pár mondatot, hogy hogy kell ezt csinálni. Hát először is mindig kell itt sírni a színpadon, ez sokat használ szerintem. Nagyon-nagyon meg vagyok hatódva. Az igazság az, hogy én nem szoktam nézni a számokat. Attila az, aki ebben a minőségben van otthon nálunk mindig. Én csak csinálom, ő megszámolja. Ezt is csinálom, ő megszámolja. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy ezek a könnyek, és most a Terézkörúton az a szerda, amikor Szabékkal ott volt,
tartunk, vagy mit jelent számomra a DX-en és a családunk számára. Esszük, isszuk, főzzük, mindent csinálunk vele, amit el tudtok képzelni, és mindenkinek elmondjuk, és működnek a termékek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és igazán nagyon-nagyon boldog vagyok. Köszönöm. Hátul kis technikai megbeszélést kellett folytatnunk, de már is jön a legtöbb direktet szponzoráló. Szerintetek hány van neki? Hány direktet szponzorált? Így dobáljátok a számokat. Egy? Annyit csináltunk a kár programban. Na jó, nem húzom az időtöket. 18 darab direktet szponzorált, és ezzel ennek a díjnak a győztese Kőrösi Katalin. Sok szeretettel gratulálunk. Ugye azt tudjátok, hogy az elismerés az nagyon fontos, itt is, és az első helyzeteket mindig díjazzuk, most is. Megvan az oklevél, tehát a díj megvan. Köszönöm szépen. Nem is nézem. De még valamit azért adunk hozzá, jó? A többiek lássák, te még ne, ha kivetítenitek a díjat. Olyan magabiztos voltam, hogy én már sírtam akkor, amikor hívtál. Pedig nem mondtam semmit. És igen. És nekem már az egy karácsonyi ajándék volt, hogy a Böckös István nevet meghallottam a telefonba, és a tesóm a Csilla ott volt, és hát osztozott, amikor úgy sírtam magam örömömbe, úgyhogy köszönöm a családom támogatását, otthon Páron Feri támogatását, mert most már sok mindent elmesélek neki, és rájövök, hogy... És megy veled, ugye? Kétszemélyes. Igen. Igen. És mióta mesélek neki, azóta rájövök, hogy ő az egyik, ő a legnagyobb támogatóm, úgyhogy a másik szövetségesen meg a szponzorom, a Géza. Úgyhogy tényleg fogadjátok meg a szponzorotok tanácsait. Voltak azért harcok, főleg magammal. Amit tapasztaltam, hogy életvitelszerűvé tettem mindent, a kávézást, az edzés előtt jó hangosan zörgetve vesszük be a kordicepszet, ugye, hogy mindenki felfigyeljen erre. Lazán lehet, könnyedén lehet ezt csinálni. És amit még látok, hogy túl bonyolítottam régen sok mindent, egyszerűsödött a dolog, és a tegnapi regisztrációt azt például úgy tettem meg, hogy igazából az a hölgy, aki regisztrált, saját magának vitte be az adatait az iPadon, mert akkor már tanulja meg azt is, hogy hogyan tud mást regisztrálni. Tehát így egy kicsit hatékonyabbá teszem a dolgokat, rögtön meg is tanítom ezt a... annak, akit regisztrálok. Úgyhogy sok szerencsét, sok sikert kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm ezt az elismerést. Köszönöm. Nyilván ez a Katinak a teljesítmény, és gratulálunk hozzá, de ahogy hallottátok, neki már a következő hónapra is van regisztráltja. Tehát ő elkezdte már a következő hónapot is, következő 6 hónapot, bocsánat, tehát már a következő 6 hónapban is versenyben vagy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz mindenkinek ezért egy kicsit úgy gyúrni vagy hajtani, mert biztos, hogy mindig ki fogunk valami ajándék, jó ajándékot találni azért, hogy
hogy megjutalmazzuk azt, aki ezt a teljesítményt eléri mind a két kategóriába. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, én is.